Eljött a 10 éves jubileum éve a Babarczi Kresztó duó életében. Anti és Vivien 2011 óta közösen énekelnek és szerepelnek a színpadon. Az életben is egy párt alkotnak, 2017 óta házas párként. Repertoárukban főként magyarországi német népdalok szerepelnek, melyet Anti harmonikán kísér, illetve kétnyelvű magyar-német operetteket is szívesen adnak elő közönségük nagy örömére. 2015-ben jelent meg első közös CD-jük Lieder von Oma címmel, mely magyarországi német népdalokat tartalmaz. A születésnapi zenés ünneplésre a Babarczi Német Nemzetiségi Ház udvarán került sor, mégpedig muzsikus barátok közreműködésével. Und wir wollten doch eine Ewigkeit mitten im Paradies. Tausend Träume weit ist der Rand der Zeit mitten im Paradies. Es kann Wahnsinn sein, was ein Traum verspricht. Und wer wirklich liebt, spürt die Zweifel nicht. Lass mich nicht im Stich. Wo? Mitten im Paradies. Ahogy elhangzott, a jó barátokkal együtt muzsikáltok, együtt énekeltek hosszú évtizeden már. Ti 30 éve kezdtétek, ők 10 éve. Van azért valami párhuzam, ugye? Hát nagyon nagy párhuzam, és olyan jó volt, mert én igazából nem készültem most itt a mondókával, de nem bírtam ki, mert ugye Vivivel a találkozás és a Tóth családdal több mint 20 éve. Nem is tudom megmondani pontosan erre, én nem is gondoltam így, vagy nem is számoltam ki. De akkor már a családok között volt egy ilyen közös szimpátia, hiszen a Tóth család vendéglátóval foglalkozott, ugye, és a hétvégi lakodalmakban, rendezvényeken mi meg ott zenéltünk, tehát mindig volt egy ilyen közös barátság. Vivi pedig, amikor már 16 évvel ezelőtt a Bránaos Stimmungs Paráté keretében ő rögtön egy szóló szerepet kapott, akkor azt hiszem slágerekkel kezdte a pályafutását. Aztán, ahogy az évek teltek, ugye Anton is oda került hozzánk, és akkor ez már egy még szorosabb barátság lett, ők is a zenében meg a színpadon találták meg egymást. Szóval nagyon sok hasonlóság van itt a mi életünkben, csak ők még... Ők nekük még a fiatalság varázsa érteti őket, tehát ez a 17-10 év nekik egy nagyon nagy szorgalom, egy nagyon nagy ötletgazdák voltak minden területen. Tehát egy igazi példamutató kis házaspár. A szakmaiak nézzük az ő munkájukat, amit produkálnak fönn a színpadon. Ez pozitívan értékelhető mindenféle szempontból? Szerintem mindenféle szempontból, mert majd az évek fogják valóban azt igazolni, hogy... Bármilyen nehéz dolgok jönnek a hétköznapokban, a hétvégekben, azért a zene, a színpad, a rendezvények, az mindig föltölti az embert. Ez a mi életünkben is így van. Mert amikor ugye ez a másfél éves pandémiás helyzetben ezek a nehéz dolgok mind kimaradtak, láttuk, hogy az emberiségnek sem jó. Tehát muszáj, hogy töltődjenek, és én azt hiszem, hogy az ének, a zene, a színpad, a szórakozás, az mindenképpen föltölti az embereket. Ein kleines Haus am Waldesrand. Der alte Jäger reichte mir dort seine Hand. Er sprach zu mir, komm mit, tritt ein. In dieser Haus wohn ich schon jahrelang allein. Sollt ihr mit uns singen? Der alte Jäger von Silbertangertal. Ich denk an ihn. Es war einmal der alte Jäger vom Silbertannental. Ich denk an ihn, es war einmal. Milyen jó tanácsokat adnál nekik a következő 10 évre? Hát azt, hogy csak így tovább, mert azért most már itt a nagyfiú, meg itt a kislány is, ők biztos, hogy ebben a világban fognak belenevelkedni. Hasonló volt, mint a mi két fiunk is, mindig azt mondtam, hogy ide születtek. Így, ahogy a zene világában ismertük mi meg akkor egymást, ugye férfeleség, ugyanúgy, mint Vivi, Anti,
a gyerekek is ebbe a világba születnek meg, és nem tudom azt elképzelni, hogy valami kis része nem maradjon meg nekik benne. Szerintem a Vivi Anti esetében ez még sokszorozódni fog, mert nagyon szeretik csinálni, amit csinálnak, nagyon jól csinálják, úgyhogy szerintem nagyon nagy segítség még, hogy itt a nagymama, a nagypapa, akik szintén erőt adnak, és szorgalmat, és biztatás mindez. Úgyhogy ők egy nagyon szép jövő előtt állnak. Magyarországi Németek országos önkormányzatának elnöke is megtisztelte a mai eseményt. Azt hiszem, hogy csak haza kellett jönni, ugye? Hát természetesen haza kellett jönni. Amúgy is jöttem volna, mármint a műsorra, hogyha nem Babarcon lenne, de hát ez csak természetes, hogy a szülőfalumban, ha valamiféle esemény van, arra eljövök. Mekkora kincse lehet ezen a rendezvényen? Gyakorlatilag a Crestod duó milyen értéket képvisel a magyarországi németség számára? Igazából lehet, hogy nem is ővelük kezdeném, mert ők megkoronázzák ezt a helyet, ahol mi most vagyunk. Ez a ház, amit most Schwab-háznak hívunk, ez Babarc egyik legrégibb háza, amelyik még megvan, és ezt a Tóth család, illetve a német önkormányzat, a Babarci német önkormányzat megvásárolta, és ezt a Schwab udvart létrehozta, ami aztán helyszíne lehet különböző rendezvényeknek. Azért mondom, hogy ők a jelenlétükkel, a létükkel megkoronázzák ezt a helyet, hiszen olyan értéket képviselnek azzal, hogy magyarországi német népdalokat adnak elő, és ezt hadd emeljem ki, hogy ez nagyon fontos, hogy nem keveredik a németországi dalok, vagy egyáltalán slágerdalok az ő műsorukban, hanem kimondottan hazai magyarországi német dalokat énekelnek. Eredeti népviseletben, a zenekar, most éppen zenekar kíséretében, de akkor is a harmonika kíséretben, hogy azt hiszem, hogy ez nem mondom, hogy páratlan, mert vannak többen, de mégis ez az érzés, amit ők közvetítenek, ez nagyon felemelő. Mondhatjuk, hogy megvan a Kilcsiny mellett a Belbecs is? Abszolút. Én mind a két fiatalt nagyon régóta ismerem, ahogy az előbb ki is emeltem, diákként mind a kettőjükkel volt kapcsolatom, a Vivien az én diákom is volt, az Anti pedig a férje, azt különböző szavaló versenyeken találkoztam vele annak idején, még középiskolás korában, és tudom, hogy az ő hitvallásuk, a származásuk megvallása az nem divatból jön, és nem azért jön, hogy ezzel valamiféle szenzációra szert tudjanak tenni, hanem ez valóban belülről jön. És ha még egy gondolatot ehhez hozzáfűzhetnék, a Vivien déd nagymamája, akit itt ma este is többen László Rézi néniként emlegettünk, ő volt az én néprajzi gyűjtéseimnek, amit Babarcon végeztem, és az nagyon sok volt középiskolás koromban, egyetemistaként és utána is. Ő volt az az ember, aki a néprajzi gyűjtéseimnek az alapját adta. Ő mindent tudott a népcsoportról, a szokásokról, és ő neki volt ilyen fantasztikus hangja, mint a dédunokájának. Mindenek előtt szeretnék gratulálni a mai műsorhoz, és ez a 10 évhez, hiszen ezt meg kellett élni, így közösen, milyen volt így röviden, tömören? Ugye mi mindig azt szoktam mondani, hogy szeretjük az egyszerű dolgokat, mikor nincs valami túl bonyolítva, és szerettünk volna egy egyszerű, igazi, hagyományos olyan műsort összeállítani a mi 10 évünkből, ami tényleg minket jellemez. Azokkal az emberekkel, akik minket segítettek, vagy azokkal az emberekkel, akikkel mi együtt felléptünk ez a 10 év alatt, így látogatott el hozzánk a Milik Duó Hímes házáról, illetve az Alte Kameráden fúvó zenekar Mecsek Nádasról. Mondhatjuk, hogy egy kicsit vissza lett pörgetve ez a 10 éves film?
Hát igen, mert ugye mi is mindig visszagondolunk arra, hogy honnan indultunk, és hogy hová érkeztünk, és mindig jó szívvel gondolunk ezekre az időszakokra vissza, és nagyon örültünk akkor, amikor az Anikóék ezt el tudták vállalni, hogy ők is kicsit megjelenjenek a műsorunkban, és persze az Állt a Kamerádnak is nagyon örülünk, mert szeretünk velük együtt dolgozni, szeretünk velük fellépni, úgyhogy jó volt, hogy ők is itt tudtak lenni ma velünk. Mit jelent számotokra a színpad és a közönség? Igazából nekünk, ami a színpadon vagyunk, azok vagyunk a magánéletben is. Tehát mindig azt szoktuk mondani, hogy mi nem hagyományőrzők vagyunk, hanem hagyományi megélők, hiszen ezt nem ápolni kell a hagyományt, hanem vele együtt kell élni és továbbadni. És mi gyakorlatilag a hétköznapokban is úgymond svábnak valljuk magunkat, nem csak a színpadon is valahol. Nem kell másnak lennünk a színpadon, hiszen valaki fölép általában a színpadra, akkor előad valamit, valami mást mutat, amihez ő ért, vagy éppen valami, amit képvisel. Viszont én azt gondolom, hogy mi a kis egyszerűségünkkel, a kis harmonikával, a kis hangunkkal ugyanazt mutatjuk, amilyenek mi valóban is vagyunk a magánéletben is. Így hát a viselet is természetes. Szerintem te talán jobban is érzed magad ebben, mint egy utcai viseletben. Amúgy igen. Meg az Anti szoktam mondani, hogy nagyon szereti, mikor ezt a viseletet felhúzom, mert szerinte csinos vagyok benne. De nekem jelent valamit ez a viselet, hogy ezt húzhatom, hiszen a svábságunk, a hagyományaink azok ebben elevenednek meg, hogyha ezt a ruhát felhúzom, és én nagyon jól is érzem magam ebben. Mondd, itt a végén szívhez szólva mondtad el, hogy most már mennyire kötődsz Babarchoz, és nagyon szépen köszönet, hogy elfogadtak a babarciak. Fontos számodra ez a lét, főleg mondjuk ennek a Schwab udvarnak a kisugárzása? Hát ugye a Schwab udvar kisugárzása az nagyon fontos, hiszen a családunkkal szinte most már minden családi eseményt itt tartunk meg. Szerettünk idejönni a Schwab udvarba. Mutatja a régi dolgokat, a régi emlékeket, és mutatja a modern dolgot, amiben élünk, mint hogy korábban elmondtam, ugye, hogy mi megéljük a hagyományunkat. Illetve nekem nagyon fontos, hogy egy közösséghez tudjon az ember tartozni, hiszen mi, mikor összeházasodtunk 2017-ben, akkor elköteleztük magunkat, hogy falun maradunk, és szinte egyértelmű volt az, hogy itt maradunk Babarcon, hiszen nagyon jó falunak gondoljuk ezt a helyet, és azt gondolom, hogy ha nézzük csak a magyarországi német kultúra képviselését, akkor büszkén mondhatom azt, hogy Magyarország egyik legbüszkébb sváb települése az Babarc, hiszen szerintem nem sok olyan település tudja elmondani azt magáról, hogy táncsoport, fúvószenekar, énekkar, és még mi is a kis énekdónkkal hozzá tudunk tenni valamit a közösségi kulturális élethez, illetve úgy általánosan a magyarországi németek kulturális életéhez. Monti és Vivian az elmúlt évtizedben letette négy jegyét a baranyai fesztiválokon és falunapokon, megalapozva ezzel a következő évtizedek töretlen sikereit. Mert hogy nem ez a fantasztikus páros tudásuk és teljesítményük alapján eleve sikerre született.